Nehéz helyzetben van a főpolgármester úr. Ugye egy nem létező támogatottságú párt tagjaként van bent a budapesti önkormányzatban. Olyan pártok támogatásával, akik egyébként a napokban újra, bár szövetségesek állítólag, de a elmúlt napokban is az egyik fél kijelentette a másik félről, ugye, hogy vállalhatatlan, és akkor most ezt a közösséget kellene maga mögé szerveznie Karácsony Gergőnek azért, hogy Budapesten újra főpolgármester lehessen. Így nagyon nehéz egy fővárost vezetni, hogy a saját szövetségeseim egymást sem szeretik, magát a támogatottjukat sem nevezték még meg, és nem is tűnik úgy, hogy a következő hetekben, bármit is mondjon a főpolgármester úr, megneveznék őt, mint a következő éves főpolgármester jelöltjüket, és akkor természetesen még ott van a Fidesz frakció is, akivel hát meg kell küzdeni a városban. Szóval így nagyon nehéz. Ezért lenne jó, hogyha, amit a Szolidaritás Mozgalom mond, hogy ezeket a pártpolitikákat vegyük ki az önkormányzati működésből, mert akkor talán arra lehetne fordítani az energiákat, amikre valók.